Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális Bét Midrásban, a virtuális tanházban. Folytatjuk a Zohar könyvét, a ragyogás könyvet, a Kabbalának az alapművéből, az első kötet, előszó, 8 per A oldalon. Kezdünk itt egy újabb témát. Azt mondja a Zohar. Rabbi Simon ült és tanult Tórát azon az éjszakán, Sávolt estén, azt mondja, Sávolt a Tóraadás ünnepe előestén, amikor a Kala a mennyasszony, és itt a mennyasszony az a Malchut szintje, azt jelenti az alsó szintje a Acilut világból, az alsó szinte a Malchut, a királyság, az alsó szinte, amikor a mennyasszony díszíti magát, mert készül egyesülni a férjével. Ebben az összefüggésben a férje az a Tif Eret szintje, az a harmadik szint. Ugye 10 szint, 10 szféra, 10 szint van az Acilutban, és ezen a Sávolt nappal, Sávolt ünnep első napon, akkor a Malchut emelkedik a Tif Eret szintjeig, ami nagyon, azt jelenti, hogy nagy isteni fény jön rá a Malchutra, és emeli azt a szintet. Előző este a Malchut, mintha készülne erre a nagy eseményre, ugyanúgy, mint a mennyasszony, aki készül az esküvőjére, szépen díszíti magát, stb. És azon az éjszakán ült Rabbi Simon, és Tórát tanult, mert azt tanultunk, az van írva, hogy mind azok az emberek, akik ott a mennyasszonynak a csarnokához tartoznak, a mennyasszony csarnokához, vagyis azok, akik általában ezen a különleges szinten, elég magas szinten vannak, vagy egyesek talán azok, akik egész évben minden este tikun hacotot csinálnak, gyászolnak a szentét, a szinten egy magas szint. Szóval mind azok, akik a mennyasszony csarnokához tartoznak, kell nekik ezen az éjszakán, amikor a mennyasszony készül arra, hogy másnapra, hogy együtt egyesülni fog a férjével, és szükség az kell vele lenni egész éjszakán, úgy, hogy Tórát tanuljon, és így ők is Malchut szintén lesznek, és holnap, amikor a Malchut királyság szintjére lesz ez a nagy isteni fény, mert egyesülni fog a Tif Eret szintjével, mivel ők kapcsolódnak az egész éjjeli tanulással, kapcsolódnak a Malchut szintjéhez, akkor ők is emelkednek erre a különleges szintre. Hangsúlyoztam, hogy ebben az összefüggésben itt az a Malchut és a Tif Eretnek a szintek. Máskor azt mondjuk a zsidó nép a mennyasszony, és az Isten a fér, vagy a Tóra a fér, de itt a Zohárban beszélünk 2 szint az Acilut, a legfelsőbb világból. Szóval mind azok, akik a mennyasszony csarnokához tartoznak, a szint, ez a szinthez tartoznak, akkor vele kell lenni egész éjjel. Vele azt jelenti lényegében a Tórával, Tórát kell tanulni, ezáltal ők a Malchut szinten vannak, és örülni kell a minden javítással, kiegészítéssel, amit sikerül, és mit kell Tórát tanulni.
Kell Tórát tanulni, kezdeni kell a Tórával, Mózes öt könyvével. Aztán át kell menni a proféták könyvehez. Aztán tovább kell menni a proféták könyveiből, a szent íratokból. Ez a psát szint. Ugye azt kell tudni, hogy általában azt szoktuk mondani, hogy a Tóra az négy szinten lehet értelmezni. Az első a psát, az az alapszinten, aztán van a drás, amikor következtettem az egyik írásból további részleteket, és aztán és a negyedik szint, most kihagytam a harmadik, a negyedik szint az a szod, a Tóranak a titkai, a Tóranak a misztikája. És ugyanezt kell ezen az éjszakán is, mert az embernek a lelke, általában az első három szintje a lelkének, az nefes, ruach, neshama. A nefes kapcsolódik a Tóranak a psát szintjéhez, amikor az ember olvas Tórát, proféta könyvei és a szent íratokat, aztán haladni kell tovább, és még tanulni kell a verseknek a drás, az a következő szintje a Tóra értelmezésének, következtetések és magyarázatokat, az az emberi léleknek a második szintehez tartozik, aztán a bölcsesség titkai, az pedig az embernek a nesama szintjehez kapcsolódik, a Tóranak a misztika része. Ezzel kell foglalkozni egész éjjel, mert azok, akik, mert ezek a javítások, kiegészítések, és ezek a díszítések, amit ő és a lányai, kísérői, azok emelkednek, és ráállnak a fejére, azt mondja, a mennyasszony fejére, és kiegészítik őt ezzel. És együtt boldogak vele egész éjjel, és de jön másnap, amikor a Malchutnak emelkednie kell. Erre azt mondja a Zohár, másnap a Malchut nem megy a hupa alá, ugye? Mert mikor lehet egy egyesülés a mennyasszony a férjével, ha először van az esküvői szertartás. Hogy történik az esküvői szertartás? A hupával a baldachin alatt, vagy magyarosan szoktak mondani hüpével. De a mennyasszony nem fog menni a hüpa alá, csak velük együtt. Azt mind azok, akik előző éjjel vele foglalkoztak, sok tórát tanultak, kidíszítettek őt, azt fogja mondani, én nem megyek a hupához, csak velük egy, olyan, mint a mennyasszony azt mondana, ha az ági és a sára még nincsenek itt, akkor még nem megyek a hüpéhez. És ezek a hüpe tagjai, azt mondja, nélkülük nem lesz meg a hüpe. És amikor ő megy, azt mondja, ő a mennyasszony végre megy a hüpe alá, akkor az örökkévaló kérdezi, ó, milyen szépen vagy öltözve, átvitt értelemben, milyen szépen vagy, ki díszített téged ki? És erre azt mondja, ó, ezek és ezek és ezek, akik a Tórát tanultak, és az Isten megáldja őket, ez azt jelenti, hogy még ebben a világban, amik az életük során is lesz nekik bőség és minden, ami kell, ezen kívül ki lesznek díszítve a mennyasszony díszeivel, és ez pedig a lelküknek szól a túlvilágban. És Zohar befejezi, és azt mondja, oh, milyen jó nekik. Milyen jó nekik, akik tényleg tudnak egész éjjel tanulni Tórát. És még egyszer, mit mondott a Zohar, hogy mit kell tanulni egész éjjel? Tórát, proféta könyve és szentíratokat, aztán még tanulni kell a Tóranak a magyarázatai, és még akár a misztikus része a Tórának.
ismerünk ugye ezt a szokást, hogy egész éjjel szoktunk ébren maradni és tórát tanulni, csak általában ezt másképpen szoktunk magyarázni. Azt szoktunk mondani, hogy mivel a zsidók a tóraadás előtt azon az éjszakán elaludtak, ezért egész éjjel ébren vagyunk. De a Zohar azt mondja, ennél egy mélyebb dimenzió is van, hogy olyan, mint a tórának szükség lenne a zsidókra, azokra a zsidókra, akik ébren maradnak, és foglalkoznak vele, és tanulnak őt, ez díszítja őt, a Malchut szintet, és aztán másnap emelkedik, és mind azok, akik tanultak tórát, ők is részesülnek ebben a nagy isteni fényben. Amit a Zohar mond, itt ott van egy ilyen tematikát, amit tanulni kell, erre van az a könyvemnek az a neve, hogy Tikkun Leil Shavuot. Shavuot estenek a tikkunja. Ugye itt is a Zoharban is az a szó volt a tikkun, olyan, mint javítás, kiegészítés, és itt is van a tikkun. És az Arizal, a Luria Rabbi, a híres kabbalista, a Cvati kabbalista írja, hogy például nem lehet kezdeni tanulni Mózes első könyvét, és eljutni, ameddig, mert biztos, hogy az ember nem fogja végig tanulni a Mózes öt könyvét, proféta könyvét, szentíratokat, az ki van zárva. Hanem az alapelv az, minden heti szakasznak az elejét és a végét, az első három mondat, ez az utolsó három mondatot, verset olvasunk fel, és valamikor, ha van egy fontosabb rész benne a heti szakaszban, akkor az első három versen kívül még azt is olvasunk. Például már az első heti szakaszban Bréshit bará Elokim, kezdetben teremtette Isten, akkor van a teremtésnek a története. Akkor nem állunk meg az első három versnél, hanem végig mondjuk az első fejezetet, a teremtés történt, aztán ugrunk a heti szakasz végéhez. Noé heti szakaszban nincs semmi olyan különleges, ezért az első három vers, az utolsó három vers. Ha például Besalach heti szakaszban a tenger dala van, akkor azt elmondjuk. A Jitro heti szakaszban, ahol van a tíz parancsot, azt is elmondjuk. De alapjában véve minden heti szakasznak az elejét és a végét. Aztán átmegyünk a proféta könyvéhez, és ugyanígy Jósua könyve eleje vége. Bírák könyve eleje vége. És akkor így megyünk tovább a szentíratokhoz, utána következik a Misna. Minden egyes talmudi traktátusból az első és az utolsó tanulunk. Utána még olvasunk fel a 613 micvát, a 613 parancsot, de úgy nagyon-nagyon tömören, mert minden szónak jut. Vagy két szót, vagy öt szó, de annál több semmiképpen, csak így elmondjuk mind a 613. Ez a Tikkun Leil Shavuot, és erről beszél itt a Zohar, hogy ott kell lenni a tórával, és a tóra minden részből valamennyi tanulni, és ez emeli fel a tórát, a Malchut szintjét, és az ember csatlakozik, a Malchutnak a szintje. A Malchut szintje emelkedik, magával viszi a többieket is. És azzal kezdtünk, ugye, hogy Rabbi Simon ült és tórát tanult azon az éjszakán, mert írva van, ezen az éjszakán kell tórát tanulni, és ez is tette. Erre azt mondta Rabbi Simon, adta a tanítványoknak, kollégáknak, fiaim, milyen jó nektek, hogy ti itt vagyunk, ti vagy mi itt vagyunk és tórát tanulunk, mert holnap nem fog a mennyasszony menni a hüpa alá, csak velünk, vagy veletek. Mert ti vagytok itt egész éjjel, és kiegészítettek a tórát,
és örültek neki, ezért ti lesztek beírva az emlékezés könyvében, és az örökké való áldani fog titeket 70 áldással, és koronával a felső világban. Ezzel magyarázta Rabbi Simon, hogy miért vagyunk most itt, és nem otthon pihenjünk, ugye, éjjel. És Rabbi Simon kezd egy tanítás. Idézi azt a verset, ami írva van a Zsoltárok 19:2, ha shamayim mesaprim kvod keil. A szó szerinti fordítás, ha shamayim az egek, mesaprim mesélnek, kvod keil az isteni tekintélyt, az isteni kovad, az isteni tekintélyt. És ez teljesen, az Zohar teljesen másképpen fogja ezt magyarázni. És így kezdte Rabbi Simon. Az kapcsán, ugye, hogy a mennyasszonynak ki lesz díszítve az emberek által. És idézte ezt a verset, a Shemayim Szápunka volt kél, és azt mondja, a Zohárban máshol már foglalkoztunk ezzel a verssel, és másképpen magyaráztunk. De ma ezt fogunk magyarázni olyan úgy, hogy kapcsolódjon a témához, Sávolt estéhez. És azt mondja, ebben az időben Sávolt este, amikor a mennyasszony ébred és készül, hogy másnapra menjen a hüpa al, a boldogin alatt, akkor kiegészül, és a díszeivel, az ékszereivel fénylik. Azzakkal együtt, azzakkal a barátokkal együtt, akik vele örülnek egész éjjel. És ő is örül velük. Azt jelenti, azok, akik Tórát tanulnak, örülnek a Tórával, és a Tóra örül nekik. És másnap, Sávuot nappal, amikor Tóra adás volt, másnap, milyen sok ember, és katona, és tábor gyülekeznek, és az ő táborai megvárják egymást. Mit jelent megvárják egymást? Ahogy mondtunk, hogy a mennyasszony nem megy a hupa alá, csak azokkal együtt, akik vele foglalkoztak egész éjjel. Amikor velük együtt, amikor egyesülnek a zsidók az imaival, az angyalok a szentségével, és akkor látja a férjét. Azt jelenti, ugye, ahogy mondtam, csak ő megvárja a zsidókat, ezért meg kell várni, ameddig a zsidók befejezik az imájukat, és aztán eléri ezt a magas szintet, és látja a férjét. Mi van írva? Az van írva az előbb említett 19-es Zsoltáros vers, hogy a szó szerinti fordítás, az egek mesélnek az isteni tekintét, tiszteletet. Erre azt mondja, hasamáim, az egek. Mit jelent az egek? Az egek itt pedig utal arra a vőlegére, aki megy a hüpa alatt, ugye ez a magas szint, ami a tiferet, és maga a tiferet, és a chokmából kapja a fényét. Hasamáim, az egek, mesaprim. Előbb azt mondta, mesaprim, de szó szerinti fordítás, azt mesélik. Azt mondja Zohar, mesaprim az, hogy
fénylik. Egy nagy fény, mert szápír az, hogy fénylik. Mert egy olyan nagy fény van itt, ami a világ egyik végétől a másik végéig. Ugye? Ezt mondtunk, hogy a Malchut emelkedik a Tiferethez. És olyan különleges szintről beszélünk, hogy olyan fény az egyik, világ egyik végétől a másik végéig. A Shamayim, az egek, mert Szaprim, gondolom, hogy adnak át a fényt, kinek? Kvod kél. Kvod kél. Kél az az isteni szint, ami utal a Malchutra. És erre azt mondja, kvod kél, hogy ezen a napon nem csak sima kél, nem csak Isten, hanem kvod kél, az Isten tekintélye. Ez mint a magasabb szint, azért, mert ő megy a hupa alá, azt jelenti, hogy magasabb szintre kerül át, és a magasabb szint, az eddig az csak kél szintje volt, és most pedig kvod kél. Tisztelet, tisztelet fölött, fény, fény fölött, uralom, uralom fölött, ami azt jelenti, hogy különböző szintekből jön a hihetetlen nagy isteni fény. Az egyik fény jön a keterből, a koronából, a másik fény jön a chokmából, a harmadik fény jön a binából, át a Tiferethez, és a Malchut egyesül a Tiferettel. És akkor ebben az időben, amikor a Tiferet megy a hupa alá, és jön át a nagy fény a Malchutra, akkor mind azok a barátok, akik foglalkoztak vele, és kiegészítettek a Malchut szintet, mikor Tórát tanultak, akkor mindenki névvel megvan említve ott, ami azt jelenti, mindenki külön-külön ki van emelve, és a fény jut rá, és erre folytatódik a vers, Umaszei Yadav Magid Harakia. Az a versnek a folytatása, és szó szerinti fordítás, és az ő keze munkája arról mesél az ég. De ezt teljesen másképpen fogja mondani. Mit jelent Mászéi Adáv a keze munkája? Kinek a kezenek a munkája? Ugye az egyszerű értelmezés a mondatnak az, hogy az egek mesélnek az isteni dicséretet, és az ég pedig mesél, szintén dicséri az ő cselekedeté, azt jelenti, amit az Isten teremtett. Erre most azt fogja mondani, Mászéi Adáv, a keze munkája utal az emberi keze munkára. Mit jelent a keze munka? Mit jelent a Mászéi Adáv? Erre azt mondja a Zohán, itt pedig arról van szó, azok az emberek, akik ragaszkodnak a szövetség esküjéhez, a mennyasszonnal együtt. Azok, akik őrzik a szövetséget. Milyen szövetségről van szó? Itt a körülmetelésről van szó. És akik őrzik, hogy nem vétkeznek, ezekre azt mondjuk Mászéi Adáv. Miért Mászéi Adáv? Mert ahogy írva van a Zsoltárban máshol, azt mondja a Zsoltár 90/17, Umaszéja deinu koneneju. Hát imádkozzunk, hogy az Isten erősítsen a kezünk cselekedeti. Mire utal ez? Mit kell itt erősíteni? Itt pedig a szövetségről van szó, a körülmetélés, ami minden embernek a testén van, és ezt meg kell erősíteni, hogy meg kell erősíteni, hogy az ember tényleg ne vétkezzen azzal a nemi szervvel. És ezek pedig legyenek benne,
Maseia dav magid rakia, legyenek benne a rakia, az ég szintjén. Miről van szó itt? És itt a, eddig volt Rabbi Simonnak a tanítása, és itt fog a Zohar idézni Rav Hamnuna, itt fog a Zohar idézni Rav Hamnuna Szaba, ugye Rav Hamnuna az már ismert, korábbi órákon már foglalkoztak vele, és Rav Hamnunának egy tanítása. Azt mondja Rav Hamnuna, írva van a prédikátor 5x5. Az van írva, altitén et pichá lachti et beszarecha. Ne engedd a szádnak, hogy hozzam vétket a testedre. Miről van szó itt? Vágy, és a mondat folytatása, mert talán az Isten mérges lesz a hangadra. Azt jelenti, nem lehet arról szó, hogy az ember ne egyen valamit, amit nem kóse, mert ezáltal vétkezik, mert az ember nem eszik hanggal, akkor azt jelenti, olyasmiről van szó, ami a szájhoz kapcsolódik, és hang, és az pedig okoz az, hogy az ember teste vétkezzen. Erre azt mondja Rav Hamnuna Szava, az ember ne engedjen, hogy a szája hozzon rá rossz gondolatokat. Mert ha nem megfelelően beszél egy nővel, akkor lehet, hogy a végén mind vétkes gondolatai fognak ébredni, és az pedig fogja okozni azt, hogy a teste vétkezen magemlésen. Pedig a szövetség jele rajta van. Mert az, aki vétkezik, és nem tartja be a szövetséget, akkor őt viszik a Gehennomba, szoktak ezt fordítani pokolba, de természetesen itt zsidó értelemben a pokol az nem biztos, hogy egyezik más vallási elképzeléssel. Szóval az, aki vétkezik és nem tartja be a körülmetélés szövetségét, akkor kerül ő a pokolban. Pokolban pedig van a felelős, akinek az a neve, hogy Duma. Duma a neve. És vele együtt sok tízezer rossz angyal van vele együtt, és ő pedig a pokolnak a bejáratánál. Van az ő szolgálata, az a pokolnak a bejáratánál, a Duma. Ugye ez, ő nem a felelős az egész Gehennomra, hanem ő a felelős a bejáratnál. És mindenki, aki tartatja a szent körülmetélési szövetséget ebben a világban az élete során, akkor nincs neki, a Dumának nincs megengedve, hogy közeledjen ehhez az emberhez. Ezt egyszerűen is lehet érteni, hogy a szövetséggel, mi a szövetségnek a lénye, hogy az ember, a zsidó ember 8 naposan, vagy ha később lépett be Ábrahám szövetségében, ezáltal hozzákötötte magát az Istenhez. Ha hozzákötötte magát az Istenhez, ugye a szövetséggel, Ábrahám szövetségével, akkor nem képes Duma közeledni ő hozzá, mert ő az Istenhez tartozik. Ha pedig ő megszegte a körülmetélési szövetséget, akkor elszakította a kapcsolat a szövetséget, akkor azt mondja a Duma, gyere be a Gehennomba. És most folytatja a Zohár a Dávid király történetével, hogy a Duma utána jár, hogy ki tartozik a Gehennomba, és ki nem. Mondja a Zohar. Dávid király
abban az időben, amikor történt vele, ami történt, itt a Bathsheba féle történetre utal, Dávid király félt. Mert vétkezett, és félt, hogy mi lesz ennek a következménye. Abban az időben felment a Duma az örökkévaló előtt, és azt mondta, világ úra, írva van a Tórában 3 Mózes 20:10, hogy az, aki vétkezni fog egy férjes nővel, akkor halálra kell ítélni. Az is van írva 3 Mózes 18:20, hogy ne fele barátod feleségével ne háljál. Mondja a Duma az örökkévaló előtt. Dávid, aki elrontatta a szövetséget egy tiltott kapcsolattal, akkor most mi az ő státusza? Erre azt válaszol az Isten neki, Dávid az egy cádik, egy jámbor ember, és a szövetség, a szent szövetség a helyen van. Mert én nagyon jól tudom, hogy a Bathsheba neki való, mióta teremtődött a világ. Azt én nagyon jól tudom, hogy Bathsheba az Dávid királyhoz tartozik. És ezért akkor ez nem csak egy paráználkodás volt, mert lényegében Dávid király, amikor kapcsolatba lépett a Bathsheba, akkor a sajátjával lépett kapcsolatban. Mondja a Duma erre. Ha te tudod, akkor Dávid király az még nem tudta, hogy Bathsheba az az övé. Ezért Dávid királynak a gondolata van, ő vétkezett. És egy nagyon érdekes dologra utal itt. Arról van szó, hogy mi van abban az esetben, hogy az ember egy bizonyos helyzetbe találja magát, és gondolja, ha ezt teszem, akkor vétkezem. Akkor ezt nem szabad tennem. Aztán mégis átesik rajta, és később kiderül, hogy ő félreértette a helyzetet, és nem volt tilos. Azt szerint az ő gondolatában ez tilos volt, nem lett volna szabad áthágni, és ő pedig bűnbe esett. Később kiderült, hogy ez nem volt egy vétek. Erre mondja a Tóra, hogy ilyenkor neki bűnbocsánatot kellett kapjan, mert az ő gondolatában ez vétkezett. Miről van szó? A Tóra ez azt mondja Mózes 4. könyvében, ahol szó van a fogadalmakról. És a fogadalomról van, az írja a Tóra, hogy a lány, amikor még nem 12,5 éves, és a házas nőnek, a férjének azon a nap, amikor teszi a fogadalmat, akkor meg tudja semmisíteni. És a Tóra érdekes dolgot mond, a férje megsemmisítse, és az Isten bocsássa meg neki. Kérdezi a Talmud, a férje megsemmisítette, akkor nincs fogadalom. Ha nincs fogadalom, akkor mire jár bűnbocsánat a nőnek? Erre azt mondja a Tóra, mert a férje megsemmisítetted a felesége, vagy a lány nem tudott róla. Az ő tudta szerint ez tilos neki. Valójában ez meg volt engedve, az Isten bocsássa meg neki, mert ő úgy gondolta, hogy tilos. Erre mondja a Duma, Dávid király, ő nem Isten. Az Isten tudja, hogy Bathsheba az tartozik a Dávid királyhoz, neki lett teremtve, elő volt írva, hogy ők más, egymásnak valók. De Dávid király ezt nem tudta, akkor Dávid király gondolatában ő vétkezett, akkor baj van.
mondja az Isten tovább. Valójában tudok még valamit mondani. Azon kívül, hogy én nagyon jól tudom, hogy Dávid király és bátya az egymásnak valóak, de tudni kell, hogy amikor Dávid király elvette a Bátsevát, az teljesen meg volt engedve, nem volt egy férjes, nem volt férnél. Miért nem? Mert az az előírás van, hogy mindenki, minden katona, az ókori zsidó katona közül, minden katona, aki jár háborúba, akkor előtte egy vállólevelet ad a feleségének. Miért? Ne ad Isten, hogy meghal, nincs bizonyíték rá, akkor a férj, akkor a feleség, ez úgynevezett aguna, egy élő özvegy, azt mondja, mintha a férje élne, de valójában özvegy, nem tud soha házasodni, ameddig nem lehet bebizonyítani. Erre a megoldás az, hogy mielőtt indul háborúban, elválik tőle, a elvált nő természetesen várja a férjét, fél hazajön a háborúval, újra házasodnak. Ha ne ad Isten nem jön haza, akkor ő tud újra házasodni, mert ő kapott vállólevet. Mivel Uriah Hitti az egy katona volt, akkor azt jelenti, elvált a feleséget. Elvált a feleséget, akkor Dávid király tudta elvenni a Bátsevát feleségét. És ez Dávid király nagyon jól tudta, mert Dávid király tudta, hogy minden katona vállólevelet ír. Ezt már nem tudja a Duma megtámadni. Hó, honnan tudta? Csak a Duma támadja halachikusan. A Duma nagy tóra tudós, és ő támadja a halachával. Azt mondja, aha, ezek szerinted elvált. Halacha azt mondja, ez már nem tórai törvény, ez rabinikus törvény, hogy egy nő elválik, akkor elvileg tórai előírás szerint rögtön szabad neki házasodnia. Mert abban persze megkapja a vállólevelet a kezében, akkor ő szabad. A vállólevelben is van az a mondat, és tudjál házasodni mindenki, akivel csak akarsz, senki nem fog tenni egy akadályt. Azt mondtak a bölcsek, hogy várjon 90 napot. Miért? Mert ha terhes lesz, ne legyen olyan, nem tudunk biztosan az első férje, de másik férjétől terhes. Ez a várt 3 hónapot, 3 hónap az már biztosan lehet észrevenni, hogy terhes vagy nem terhes. Most, ha Úria adott vállólevelet a Bátsevának, akkor rendben van, akkor nincs férnél. De akkor legalább 3 hónapot kell várni. Ő pedig nem várt. Ezek szerint, ha nem várt, akkor azt jelenti, ő nem halachikusan tette, amit tett. De bűnbe esett. Legalább az ő tudta szerint. Akkor büntetés járt. Ezt mind mondja a Duma. Erre azt mondja az Isten, miről van szó itt? Miért nem szabad neki házasodni a rögtön? Mert talán terhes. És nem fogunk tudni, hogy az első férjétől terhes, a második férjétől. De én nagyon jól tudom, hogy Óriá, hiába házasodott vele, de soha nem hált vele. Mert én oda tettem az én nevemet, én oda tettem a nevemet tanulnak, mert én gondoskodtam, hogy ő soha ne háljan a Bátsevával. Miért? Mert valójában a Bátseva az nem volt, nem lenne, nem kellett lennie a Úria felesége, mert ő Dávidnak a felesége kell lennie. És hol van az én nevem odaírva? Mert, ahogy nézzünk a Bibliában, akkor többször megemlítve a neve Úriának. Máshol a Bibliában Úriáhu van megemlítve. Úriá azt jelenti az Isten nevéből Or, Jud, Ké. Az Isten neve, 4 betűs nevében van a Jud és a Hé, de nincs benne a Váv. A Váv az a leereszkedés. Amikor a fér a feleségével hál, leereszkedik.
Azt mondja az is, én oda tettem a jutkét, de a vávat nem tettem oda, mert nem volt leereszkedés, nem volt váv, ami azt jelenti, hogy úrja soha nem hált a bácsavával. Így nem kellett várni a 3 hónapot, mert biztos, hogy nem volt terhes. Erre megint azt mondja a Duma, aha, te Isten nagyon jól tudod, hogy mi történt Úriában, és mi nem történt Úriá és Bácseva között. De ha te tudod, akkor te tudod, akkor Dávid király azt nem tudhatta. Akkor neki kellett volna várni 3 hónapot, és nem várt. Akkor áthágta a törvényt. Még valamit, mert azt olvasunk, hogy Dávid király azt mondja neki, menj el haza, mosakod meg a lábadat. És ez egy finom utalás arra, hálj el a feleségedet. Ami azt jelenti, hogy Dávid király nem tudta, hogy Uria soha nem hált a feleségével. Akkor miért nem várt 3 hónapot? Azt mondja, erre azt válaszol az Isten, mondja a Zohar tovább. Igaz, hogy ő nem tudta. De valójában az mi a probléma? De 3 hónapot, meg volt a 3 hónap. Mert több is volt, mint 3 hónap, hogy miután Uria nem volt otthon. Mert valójában 4 hónap múlt el már. Mert azt tanultunk, hogy Nisan 25-en hirdette ki Dávid, hogy indulunk háborúban, és ő Joával, az ő katonai atasével együtt volt Szíván 7-én, és elmentek Amon földjén, 4 hónapon keresztül voltak ott, Szíván, Tamuz, Áv és Elül, aztán Elul 24-én történt, ami történt a Bátsevával, az már ez, Elul 24-en, az már megvolt a 3, és Jom Kippurkor az Isten megbocsátotta neki. Akkor megvan a 4 hónap. Egy másik verzió szerint, de picit másképpen szólnak itt a dátumok, de akkor is bőven megvan a 4 hónap. Hát Ádár 7-en ki lett hirdetve, hogy indulunk háborúban, és a katonáknak gyülekeznie kell, és összegyűltek Iyár 15-en, és Elul 5-én, nem Elul 24-én, hanem Elul 5-én történt, ami történt a Bátsevával, és akkor megvolt a 4 hónap. És Jom Kippurkor meglett bocsátva, ahogy Nátán proféta azt mondja Dávid királynak, 2 Sámuel 12:13, az Isten eltörölte a vétket, nem fogsz meghalni. Még egyszer, az Isten eltörölte a vétketet, és nem fogsz meghalni. Erre felmerül a kérdés, ha eltörölte a vétket, akkor természetesen nem fog meghalni, mert az Isten eltörölte a vétket. Erre azt mondja, nem arról van szó, hogy most itt nem fog meghalni. Arról van szó, ő nem fog meghalni Duma kezében, vagyis ő nem fogsz kerülni a Gehennomba. Miért? Mert valójában te nem vétkeztél. Ha nem vétkeztél, akkor a körülmetélés szövetsége az megvan. Ha megvan, akkor Dumának nincs engedélye, akkor Dumának nincs engedélye közeledni hozzád, és akkor nem fog bekerülni a Gehennomba. Más büntetés lesz, mert az Isten nevének a megszentségtelenítése mégis volt, mert az emberek nem tudtak pontosan, hogy működik, és tényleg a Dávid nem vétkezett, és ezért lejárt az Isten nevét, és meg lesz büntetve. A büntetés az Avsalomnak a története volt, hogy a saját házában Avsalom lázadott ellene, de a Gehennomba nem kerülhet, mert az, aki tartja a szent körülmetelési szövetséget,
nem kerülhet a gehennomba. Erre mondja Duma, az is, világistene, világúra, még egy szót kell mondanom, szóval, mert mindig szeretnék emelni Dávid elleni a vádat. Mert Dávid maga, amikor a proféta elmondja neki, nem azt mondta neki, te elvettél Úriának a feleséget, azt mondja, volt egyszer egy gazdag ember, és a szomszédjának összesen egy darab állatja volt, talán kecskeje, egy darab kecskeje volt, és ez a gazdag ember, mikor le kellett vágni a kecskét, akkor nem a sajátjából, pedig neki sok volt, hanem direkt elvette a szegény embernek a kecskét. Erre hogy válaszolt Dávid? Isten éljen, de ez az ember megérdemli a halált, aki ezt csinálta. Mert azt a proféta direkt úgy mesélte el a történetet, ne érezzen, hogy saját magáról van szó, mondjan el az őszinti véleményét, és aztán lehet azt mondani, hogy te magad mondtad, ezt csinálta Dumait. Te Isten, de mindent magyaráztad, de Dávid király maga azt mondtad, erre jár halálbüntetés. És ő hozta az ítéletet magára, akkor ezért mégis van hatalmam fölötte. Erre azt mondja az Isten neki, nem, nincs hatalmat fölötted, még ő már felvállalta előttem, és azt mondta az Istennek, hatati, én vétkeztem ellened. És ne gondoljál, hogy mivel ő a nem volt itt egy tiltott kapcsolata, nem lesz megbüntetve, hanem meg lesz büntetve, ahogy előbb említettem, hogy saját család, hogy a proféta mondja, de a saját családodban lesz egy lázadás, de, és Dávid vállalta is, Dávid elfogadta, hogy jár neki a büntetés, de te hozat semmi között nincs ehhez, mert ő nála a szövetség jelle a szent. És akkor így a Duma csalódva visszament a helyére. Erre mind mondja Dávid a 94/17-ben. Lulei Hashem ez ratali, ha anélkül az Isten segített volna nekem, akkor majdnem a Dumánál lett volna a lelkem. Azt mondja Dávid kérem, az Isten nem lett volna az én gyámam, akkor én bajba kerültem. Mit jelent a kimát? Majdnem. Most akarja kicsit lekicsiníteni az Istennek a segítséget? Majdnem az történt, de nem történt. Azt mondja a Zohar pont fordítva. Majdnem azt jelenti, hogy meg hiányzott, csak egy nagyon kevéset hiányzott összesen ahhoz, hogy én kerüljek Dumához. De az Isten mégis képviselt engem, ő volt az én gyámam, képviselt engem, és ezért nem kerültem én Dumához. Miért lett ez az egész Dávid királynak a története idézve? Azért lett idézve, mert arról beszéltünk, hogy Mászei Adav, a keze munkája. A keze munkája, vagy amikor Dávid király azt mondja, Mászei a dénak, erősíts meg a kezünk munkáját. A kezünk munkáját az a szövetség, a körülmettelés, mert az ember nem született vele, be kell lépni Ábrám szövetségébe, és azt meg kell erősíteni, hogy az ember ne vétkezzen, és ne szakadjon el, ne szakadja meg a szövetséget, mert ha nem szakadja el, akkor nem fog bekerülni a pokolba, a gehennomba. Szemben, ha az ember nem tartja be, és vétkezik a körülmettelési szövetséggel, akkor Duma, aki a felelős ott a kapunál, a gehennom kapujánál, akkor ő behajtja.
Erre mondja a Zohar, és befejezi ezt a történet, azt mondja, ezért kell, hogy az ember nagyon vigyázzon. Nagyon vigyázzon, azt mondja, hogy ne engedd, hogy vétkezel a száddal, és előbb azt mondja, azt az ember ne vétkezel a száddal, hogy úgy beszéljen egy nővel, ahogy nem felel meg, akit azt mondja, ne vétkezel a száll, vigyázz azt, amit te mondasz. Hogy nem mondjon olyasmit, mint Dávid király azt mondta, kihirdette az ítéletet. Mert, és a kihird, az ember már kihirdeti az ítéletet, akkor nem tudja azt, utána azt mondani, hogy ez nem volt szándékos. De ebben az esetben, Dávid király esetében, legalább az Isten képviselte Dávid királyt, és ezért tudott győzni. És erre mondja a prédikátor könyvében tovább, miért legyen az Isten mérges a hangadra? Arra a hangra, amit az ember maga mondott. Az ember maga mondott, ez utána azt mondja, tessék, te mondtál, azt jelenti, hogy végső soron az ember a végen hozza, mondja ki az ítéletet a saját maga fölött. És Dávid király kimondott valamit, az Isten nem tudta volna megvédeni Dávidot, akkor ezzel az ő ítéletet felhoztak volna ellene. Szóval, mit tanultunk ma este? Első dolog, a csábolt este kell tanulni, a Tórából, a Proféta könyvéből, a Szent Íratokból és a Misnából, stb. Mert aki Tóra tanul sávolt előesten, akkor másnap, amikor van az a nagy hüpe, a nagy esküvő, akkor a mennyasszony nem fog menni a esküvőt, csak akkor az ő barátjai vele együtt mennek, és ők is részesülnek a nagy isteni fényben. Aztán olvastunk a Mászéja Davkoneneu, hogy a keze munkáját meg kell erősíteni, hogy nagyon fontos, hogy az ember ne vétkezzen a körülmetén és szövetségével, mert ha ne, tényleg nem vétkezik, nem kerülhet a gehennomba, a pokolba. Ha pedig az ember vétkezik, akkor Duma behajtja, és akkor olvastunk egy hosszú elbeszélés a Dávid király kapcsán, a Duma a gehennomnak a felelőse vádolja, mondja a dolgot az Isten előtt, az Isten megvédi őt, és Dávid király meghálat az Istennek, hogy megmentette a Dúmáton. Nagyon köszönöm, hogy folytatjuk jövő héten, holnap este lesznek haszi történetek, holnap után pedig a kérdezz a rabit. Mindenkinek jó éjszakát kívánok, és remélem, hogy találkozunk személyesen is a zsinagógában, mindenkit szeretettel várunk, Vasvári Pál utca 5-be, szombat este 7 óra, már nem 7:30, hanem 7 óra, ima után kidus, a maszk az kötelező. Mindenkinek sok-sok egészséget kívánok, és jó éjszakát kívánok!